Hello, hello, sziasztok! Baron Galeros vagyok, és ebben a videóban az Infestation The New Z nevezetű játékról fogok nektek egy kicsit beszélni. Régebben csináltam erről egy videót, akkor tarthattam 5-6 óránál, most olyan 80-90 órát töltöttem bele, így barátokkal is, sokat beszélgettünk róla, meg minden, és azóta rengeteg minden változott az első videó óta, úgyhogy gondoltam, egy kicsit belefolyunk, hogy mit is kell itt csinálni, miről is van szó, illetőleg ugye a videónak a témája az az, hogy milyen kezdő felszereléseket használjunk a játékban, és erre fogok főként kitérni, de mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit beszélünk arról, hogy milyen játék is ez az Infestation The New Z. Kétféle fő módja van a játéknak, persze van egy Battle Royale is, de arról most nem szeretnék beszélni, az egy kicsit más tészta, de alapvetően két részre osztanám a játékot. Négyféle játékmód van, ebben van egy kompetitív, egy open world, egy survival és a battle royale. A kompetitív és a battle royale-ról nem esik most szó, tehát most csak az open world és survival-ról lesz szó. Nos, nézzük is. Gyakorlatilag arról van itt szó, hogy az open world és a survival közti különbség az egész egyszerűen annyi, hogy a survival sokkal, de sokkal nehezebb. Mit kell ez alatt érteni? Az open world-ben nagyobb a drop, sokkal. Tízszer, azt hiszem tízszer több az, igen, tízszer több az XP, ami jelentős, illetőleg kaphatsz pénzt is, nem ingyenes a teleport a survivalben. A survivalben kaphatsz effekteket, mint például vérzés, illetőleg radioaktivitás, ami ilyen, inkább ilyen fertőzés jellegű. Illetőleg nem csak az XP, a loot is sokkal kevesebb, a zombik is sokkal erősebbek, illetőleg a zombikat csak fejlövéssel vagy felütéssel lehet megölni. És ami még nagyon fontos, a survivalben van crafting mód is, míg ugye az open worldben nincs erre lehetőség. Miért is fontos ez? Igazából csak annyiban, hogy egy kicsit nehézkesebb survivalbe összedobni ezt a kezdő szettet, ha így jobban tetszik, amivel itt gyűjtögetni lehet, de kicsit lehet cserélgetni, de erre majd mindjárt kitérek. Mindenesetre survivalben sem lehetetlen ezeket a tárgyakat összeszedni, csak jóval nehezebb, mint itt open worldben. Én mind a két oldalon játszok, úgyhogy mind a két oldalon van tapasztalat. Most, hogy valamelyest letudtuk azoknak a alappilléreknek a megbeszélését, amit a játék tartok a számunkra, nézzük is, hogy miről szól a játék. Tehát ez egy, így vagy úgy egy nyílt világos játékról van szó, mint az open worldben, mint a survivalben, és más emberek is vannak a szerveren. 100 a maximális mértéke, természetesen itt vannak olyan szerverek, ahol nem lehet snipert használni, nem lehet ilyen dolgokat használni, ennyi ping, annyi ping, ennyi a max group limit, annyi a max group limit. Szóval vannak ilyen kis megkötések, de alapvetően arról van szó, hogy egy nyílt világ van, zombikat kell ölni, egyre több és több fegyvert és páncélzatot, ételt, italt, mindent szerzünk, és ugye a másik játékos ellen harcolunk. Természetesen vannak kláncsaták, és vannak ilyen olyan kis turpiságok is, de alapvetően erről szól a játék. Tehát ez egy túlélő zombis, idézősen horror játék. Na most ebbe az atmoszférába tökéletesen beleillik az, hogy milyen fegyverzetre is van szükségünk. Ugye alapvetően arról van itt szó, hogy vannak backpackjeink. Ezek a backpackek, ahogy láthatjátok itt mutatom is, egy small backpack nevezeti dologgal kezdjük ezzel itt. Ennek a backpacknek két fontos része van. Az egyik a max súly, amit elbírhatsz, a másik pedig, hogy hány helyes, hány férőhelyes. A maximális súly az Elise backpack után igazából már nem fontos, vagy legalábbis nagyon kevéssé fontos, ha csak nem ilyen PKM nevezetű fegyvereket szeretnénk magunkkal hordani, meg a súlya meglehetősen nagy. Meg is mutatom, hogy melyik fegyverről van itt szó. Ennek a súlya azért itt szerintem nem írja, nem írja, de ez például egy elég nehéz fegyver. Ha nem ilyen fegyverekkel akarjuk telerakosgatni az inventorinkat, akkor igazából a max súly nem számít az Elise backpack után. Mindenesetre ez a kezdő backpack 12 helyenk van benne, nagyon kevés súlyt bír el, egy szóval nem egy jó történet. Én ezért is hoztam létre ezt a basic loadoutot, amit most itt loadout gombra kattintva, ugye előre
kitölti a dolgokat, amiket magunkkal akarunk vinni. Ezek lesznek az alapfelszerelésünk, láthatjuk itt az Alice Backpack, amit mutatok is, hogy mit is csinál. Tehát láthatjátok, bár csak 100 súlya maximális dolog, amit elképes bírni, itt láthatjátok, de 55 férőhelyes. Természetesen ennél vannak jóval jobb backpackek is, mint például a Traveler's Backpack, ami 85 férőhelyes és 400 kilót bír, tehát 4-szer több súlyt és 30-al több férőhelyes, viszont a Traveler's Backpack meglehetősen ritka. Még open worldben is. Úgyhogy nem érdemes bekockáztatni azt, hogy esetlegesen elveszítjük, hiszen hogyha meghalunk, minden létező tárgyunkat ledroppoljuk, kivéve ugye az, ami itt a bankban van. Tehát érdemes középkategóriás, talán egy kicsit a középnél egy kicsit jobb kategóriás backpacket hordani magunknál, hiszen ez segít nekünk abban, hogy minél több dolgot bírjunk el, viszont hogyha esetlegesen lelőnek minket, megesznek a zombik, vagy afkolunk, vagy éhen halunk, vagy szomjan halunk, akkor ne legyen az, hogy jó dolgokat veszünk el, mint például egy military backpack, egy hunter's bag, vagy esetlegesen egy traveler's backpack. Ezeket jobb, hogyha nem veszítjük el. Tehát az Alice backpack lenne az első tárgy, ahogy láthatjátok, és legfontosabb, hiszen ez 55 férőhelyes, ahogy láthatjátok, ez meglehetősen sok. Tehát itt azért ebbe belefér elég sok minden, úgyhogy ez teljesen rendben van. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, a medkitek, illetőleg a különböző segítségeket igénybe vévő dolgok, ilyen HP-töltők, kaják, italok, ilyenek. Az a helyzet, open worldben nincs nagy szükség rá, pláne hogy a talentágaink segítenek abban, hogy kevéssé dekrízelődjön, csökkenjen az éjségünk. Tehát igazából túl nagy szükségünk ételre nincsen, ráadásul elég ritka számban megy, úgyhogy érdemleges inkább elrakosgatni. Viszont élettöltőre szükségünk lesz. Open worldben, mivel ott nincs vérzés effekt, ezért a bandázs, vagy bandage, én bandázsnak szeretem mondani, igazából érdemtelen. A bandázs azért nagyon jó, mert elárítja a vérzést. De egyébként, ahogy láthatjátok, 15-öt tölt, ez 45-öt a jó minőségű. Nem éri meg. A medkit viszont igen. Medkitet érdemes magunkkal vinni, viszonylag ritka, ez igaz, de egyébként meglehetősen jó dolog, sok mindenre lehet használni, ha tűzharcba keveredünk, egyből maxra tudjuk tölteni a HP-nkat, illetőleg, hogyha esetlegesen outrunolnak minket a zombik, és adjon 30 darab, akkor ne legyen az, hogy ott bandage-eljük magunkat a 45 HP-val, és akkor hát, ha kibírjuk. Illetőleg ugye van a painkiller, a fájdalomcsőbiző és az antibiotikum, ez 25-30 HP-t tölt nekünk, ez meglehetősen kevés. Van még a rossz minőségű kötszer, ez 20-at tölt, tehát mondom se kell, hogy ez a kettő, ez teljesen fölösleges, mint hogy ez a kettő is. Úgyhogy én abszolút azt tudom mondani, hogy egy vagy maximum kettő medkitet érdemes magunkkal vinni. Én jobb szeretem a kettőt, mert ha tűzharcra kerül a sor, ezt instant be tudjuk tölteni. Cooldownja azt hiszem 5 másodperc, tehát 5 másodpercenként tudjuk maxra tölteni az életünket. Kettőnél több egy tűzharcban remélhetőleg nem fog kelleni. Nézzük a sisakot, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos történeti elem, hiszen a sisak nem mindegy. És miért nem mindegy, hiszen felvehetünk egy 15%-osat, egy ilyen beret covert, ami 3%-os, esetleg egy school masket, ami 8%-os. Azt gondolja az ember, hogy egy sisaknak nincs túl nagy szerepe. Márpedig van, méghozzá nagyon sok. Miért is? A Night Vision miatt. Három Night Vision van. Ez az MVG Goggles Civilian nevezetű, ennek nincs védelme, ahogy láthatjátok, damage percent reduction, tehát százalékos sebzés lecsökkentése nincs, viszont van Night Vision, amit az N gomb lenyomásával tudunk aktiválni, és ezt éjjel-nappal tudjuk használni. Megjegyzem, éjjel vak sötét van, úgyhogy érdemleges ilyesmit hordanunk magunkkal. Van a következő, ez az M9 Helmet Black Night Vision. Ennek 15% a damage reduction-je, én ezt szoktam használni, mert ez középkategóriás, egy kicsit csökkent is ugye a backupot Tamást, csökkenti, illetőleg ott van a Night Vision, ami rettentően fontos, szóval igen, én erre szavazok, viszont van ennél egy jobb, ez a K.StyleMVG, ez 20%-ot csökkent a headshot damage-en, és
van Night Vision-je. Én jobb, ez, mivel ez nagyon drága, van még egyébként az MVG goggles is, és akkor így négyféle, de igazán ez és e közt nem nagy különbség van, csak az egyik ritkább, a másik meg nem, szóval igazán kettő közt nem nagy különbség van, azért is mondtam, hogy háromféle van, mert ez a kettő igazából ugyanaz. Úgyhogy én abszolút azt tudom mondani nektek, hogy érdemleges ez az M9 Helmet Black Night Vision. Ezt egyébként katonai támaszpontokon nagyon könnyen beszerezhetjük, és igazából a legjobb történet. Úgyhogy van Night Visionünk, ami éjjel-nappal jó, nem kell flashlightot üzelni, és könnyebben tudunk lopakodni, hiszen a flashlight nagyon feltűnő, és itt az emberek nagyon-nagyon-nagyon agresszíven játszanak, úgyhogy érdemes ezt átgondolnunk. Van még a Light Gear. Igen, hát a testpáncélokban nem túl sok variációs esetőségünk van egyébként. Van a Light, Medium és a Heavy Armor, és akkor ennek vannak ilyen gyengébb változat, ami 17-20%-okat védenek. Az a helyzet, hogy tökéletesen fölösleges ez. Tehát egyszerűen Night Gear-t rakunk magunkra, ha tudjuk, hogy nagy baj lesz, akkor természetesen lehet a 20% damage reduction-nel futó Heavy Armor-t használni. Vagy esetleg egy ibát, vagy ilyenek, de alapból igazából teljesen felesleges. Úgyhogy én abszolút azt mondom, hogy az alap Night Gear, vagy Light Gear, bocsánat, sokkal jobb funkciót lát el, hogyha meghalunk, nem veszünk sokat. Ugye itt két dolgot kell mérlegelni, funkciót, és hogyha elveszítjük, baj-e. És a Light Gear betölti a funkcióját, hiszen az a 15% az igazából teljesen jó, mivel általános, ezért ha elbukjuk, nem nagy probléma. Tehát ez az arany középút. Rá magunkra rakhatunk egy ilyet, amit funkciója tekintve ugye a Heavy Armor sokkal jobb, mint a Light Gear, viszont ha elveszítjük, ez probléma. Még Open World-ben is, ahogy láthatjátok, csak hetet tudtam összeszedni. Alap esetben sokkal, tehát a Survival-ben sokkal kevesebb van. És ott aztán végképp nagyon nagy értéket képvisel a Heavy Armor, úgyhogy én mindenképp azt mondom, hogy a Light Gear-t ezt érdemes. Közelharci fegyver. Walking Dead-et mindenki látott már, a közelharci fegyver elengedhetetlen, hiszen Hulk, és sokat sebez. Igazából nem kell bele ugye muníció, itt nem tudnak még elromlani sem a tárgyak, úgyhogy abszolút fontos az, hogy mindenképp legyen nálunk egy ütőfegyver, és főként azt használjuk, hiszen itt az emberek, mint mondottam, volt nagyon agresszívek, úgyhogy érdemes tartani magunkat ahhoz, hogy minél kevesebb zajt csapjunk. Tehát ne ugráljunk fel alá, ne lövöldözzünk, mert azokat mind-mind észre fogják venni, oda jönnek és szitává fognak lőni, elvesznek minden cuccunkat, úgyhogy ez abszolút nem egy jó ötlet. Ráadásul azért még Open World-ben is meglehetősen ritka a lőszer, bár azért itt lehet ügyeskedni természetesen, nekem is azért van egy csomó lőszere minden onnan, de így vagy úgy azért a lőszer, főleg Survival-be ritka számba megy. Ez nem tud elromlani, mindig jó lesz. A legerősebb fegyver, amit eddig találtam és eddig láttam, ez a The Brotherhood, nehéz megszerezni, még Open World-be is legyártani, elvileg lehet Survival-be, az tudja, hogy rohadt nehéz, úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy arany középutat érdemes választani. Ha van Brotherhoodunk, akkor mindenképp ezt érdemes, mert ez egy darab ütéssel meg tudja ölni az ellenfelet, ugye a zombit. Jó, hát persze szuper zombit nem, de sima zombit igen. Hulk, erős, minden, és jól is néz ki egyébként, de ez már csak másodlagos. Ha esetleg nincs erre lehetőségünk, akkor én azt tudom mondani, hogy a Macheta egy nagyon jó választás. Mert a másik választás, van még kettő fő választási lehetőség, a pickaxe és a hatchet. Mind a kettő sokkal ritkább, mint a macheta. És ráadásul a hatchet sokkal közelebbre hat, és nem olyan jó az ütős effektje, a pickaxe meg még lassabb is, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a macheta az abszolút egyszerű történet, ha nem akarjuk parazorolni a Brotherhoodot, akkor mindenképp machetát használjunk. Lőfegyverek. Hát igen, a lőfegyverek mindig nagyon kérdésesek, hiszen nem akarunk nagy zajt csapni, legyen erős, de azért ne legyen túl ritka, valahogy azért tudjon messzire vinni, de azért közelre is legyen jó, ne legyen azért puska, mert a puskát senki nem szeret, és cancer, úgyhogy mindig jönnek itt a kérdések.
Én azt mondom, hogy a Honey Badger nevezetű gépfegyver az egyik legjobb választás. És azért mondom ezt, mert ez szinte minden katonai bázison megtalálható. Alapból be van építve egy silencer, tehát hangtompítós. Nagyon jó effektellő, pontos, viszonylag sokat sebez, és soha nem fogják kitalálni, honnan lőttél. Úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy ez a Honey Badger nevezetű fegyver, ez ilyen. Úgyhogy érdemes ehhez tartani magatokat. Ha nem akartok lőfegyvert vinni, akkor nem kell, mert ezzel a setup-pal nyugodtan ölhetitek a zombikat, gyűjtögethetetek, és ha találtok a menet közben mondjuk egy imitárt, akkor azt is tudjátok használni, vagy akármilyen más fegyvert. Úgyhogy mindenképp ezt tudom javasolni. Ami pedig a további dolgokat illeti, mint például védelmi felszerelések, nem tartom szükségesnek azt, hogy Riot Shieldet, Snowman-t, Anti-Vehicle Barricade-et, Sandbag-et használjunk, de feltétlen fontosnak tartjuk azt, hogyha gunfight-ba keveredünk, legyen esélyünk, akkor egy Riot Shieldet vigyünk magunkkal. Ezt le tudjuk helyezni a földre, van egy kis kinézőkéje, és onnan tudunk lövöldözni. Ez nagyon-nagyon sokat segít egy harcban, legyen az közelharc vagy távolharc, hiszen ezzel egy gap-et tudunk magunk és az ellenfelünk közé tenni, és ha adott esetben nem találunk természetes fedezéket, akkor pedig tudunk magunknak csinálni, úgyhogy a Riot Shield-et mindenképp tudom ajánlani, de mivel drága, ezért csak óvatosan.